A Piusnak el kell mennie elmegyelni Németországba. Nagyon jó neki, és ezért ők fognak most kezdeni, úgyhogy egy kicsit fordul a sorrendünk, de reméljük nem fog semmi fennakadást okozni. A Csilla néni és a Tedesz bácsi sok szeretettel üdvözöl mindenkit Washingtonból, sikeresen megérkeztek, és reméljük majd haza is jönnek, és nem maradnak itt. És akkor elkezdjük. Rendszerkezzenek a kérdéssel.
én feladatom volt ezen a tanévben a címbalon. Érdiklóval fogjuk kezdeni, csatorna Érdikló, idén kezdett címbalozni, és baranyai anyaggal foglalkoztunk. Egy-két ugros dallamot tettünk most össze így az év végére, az évszáros műsorként. Két dallam, az jött? Kettő? Zongorában lekísérem, hogy autentikusabb legyen. Más majd a kísérettel készülszünk, de nem jött össze sajnos. Budázi Szabolcs, következik a piszi.
szintén egy éve, illetve szeptemberben, pontosabban októberben kezdett színvonalozni, és bementem én a kocsmába. Egy jó kis mulatos nóta, bementem én a kocsmába magamat mulatni, és a végén a világszám törzsfam, akkor magyarodva szintén megkérdezik. Szintén baranyai dallamok.
három ugrót fogunk hallani, ugye? Hármat? Első. Megismerni a kanászt. Úgy és a töltfamax a természetesen a végére. Vagy mi jó címon, most a második éve, ugye? Másfél életünk van. Na, hajrá! Thank you.
hallgatnak, úgyhogy szeretném megmutatni a kezdő gyerekek szüleit, hogy amikor már tudunk első fekvésben tisztán játszani, akkor már jön a harmadik fekvés, amikor megint hamisan tudunk játszani, úgyhogy készüljenek fel, és a szomszédokat is készítsék fel, mert nekik is ezt fogom követni, jó? Az együtt játszás se egyszerű dolog, ha az egyik téveszt, akkor a másiknak le kell azt követnie. És ezt talán meg az életben ezt is tudják meg hasznosítani, hogy egyfajta olyan hozzáállást kapjanak ez a muzsikán keresztül, amit majd gyakorlatban is tudnak meg használni. Katona Bálint következik, címbanon. Csárdást és ugrost fog játszani. A tőzs fogok, azt hiszem. Azt hiszem, hogy az is lesz. Nem értem össze pontosan, hogy mit, hogyan fogunk játszani. Hát nem, hogy esik, hogy kukkal bár egy néha tetszik, volt az másfél éve, te is tudod, ugye? Tavaly alatt év közben kezdted. Itt tartunk most, fogadjuk sok thank you.
színvonalnál Springer Barnabás úr őrzt, aki édesvonal mennyi, 6 éve játszott körülbelül, ugye színvonal? Barni? Bocs, közben nem erült. Ő ilyen. Ilyen egyszerűen.
terveink szerint ugyanitt, ugyanilyen időtájt találkozunk. Még egy cimbalmoson van Kutpáczbára, aki hát sajnos az elmúlt bő egy hónapra kiesett a gyakorlás, de elképesztő lendülettel és nagy muzika szeretettel játszik. Remélem jövőre te is. És a Blanka, igen, a aranyos Blanka, aki nem lehet most itt, azt hiszem, hogy táborban van, és ott töltik a szabad idejét. Szóval nagyon szépen köszönjük megtisztelő figyelmüket, támogatásokat, amire ezután is számítunk, és igényt tartunk. Jó egészséget kívánok mindenkinek!